lenne ez. Virágokkal, mécsesekkel mentek az elhunytak hozzátartozói a temetőkbe minden szentek napján. A sírkertek üzemeltetői ezekben a napokban hosszított nyitvatartással készülnek. Vannak, akik rendszeresen, akár hetente többször is kilátogatnak ide. Hetente, mert a lányomat is, meg a vőmet is eltemettem 34 éves korukba. Ilyenkor kettőbe. Az egyik az itt Dombóváron, a másik pedig Csurgón. Tegnap ott voltunk. Kettőbe, ugye a szüleimhez, meg a feleségem szüleihez látogatunk el. Hát azt gondolom, hogy ilyenkor nem csak megemlékezünk, hanem egy picit így, kicsit így az örökké valóságra gondolunk. Tehát a temető az, azt gondolom, hogy nem, tehát nem itt vannak, akik el vannak temetve, hanem úgy gondolom, hogy valami egészen más út, egy sokkal talán jobb és élhetőbb, szebb helyen, mint ahol most vagyunk. Az elmúlt és a következő napokban Tolna megye valamennyi temetője fényárban úszik esténként. Tolnán is rengetegen vittek ki virágokat, koszorúkat, gyertyákat és mécseseket a nyughelyekhez. Kakasdon szintén ünnepi fények borították be a sírkertek környékét már hétfőn este is. A szekszárdi sírkerteket is felkeresik ilyenkor a távolabbról érkezett rokonok, barátok. Kakasdiak vagyunk, itt ide is jövünk, mert itt is van közeli hozzátartozónk. A következő napokban Tolna megye köztemetőit több százezren keresik fel, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek.